Okay. Hogy látszik, jó van. Betettem ide egy ilyen ventilátort az ajtóba, hogy kifújja, hát mondjuk így pince szagot, az ilyen dohos vackot, és be van dugva, hogy ide a 220-ba. Na, ez egy műhelyi jelentés videó akar lenni, ami nem állunk valami jól, na. Nem állunk valami jól. Ez azt jelenti, hogy hiába gyűlnek itt a számítógépek, a monitor is van, itt is van, de mondjuk ezek tévék, de azzal is megkezdünk valamit. Szóval valamelyik monitor jó, valamelyik nem. Mindegy, tehát legalább három gépet ki lehetne osztani, és most azért jöttem ide, hogy általános ilyen helyzetjelentést adjak meg. Meg most sikerült összeraknom még egy gépet, amit mondjuk nem hittem volna, hogy összebírom rakni. És éppen megy a teljesítmény teszt, hogy mennyire megbízható, mennyire nem. És ezt még egyszer újra elindítom. Más dolgok miatt, mindegy. Tehát van rajta mind teszt is, persze, ezzel még trükköztem egy csomót. De azért kellett trükköznem vele, mert ebben csak egy szemprom van, ami nem egy nagy rakéta, hogy őszinte legyek. Minden rengeteg játék van rajta. Szóval magának a, ennek a Mega Glass-nak az a lényege, hogy van az elején az az esős jelenet, ez egy full 3D-s, és hogyha ez akadozik, vagy valami baja van, azt azonnal lehet látni. És sajnos tök jól néz ki. Mindegy. Oké. Okay. Most egészen tűnhető működik. Igen, tudom, 17.3, és az már régi. De az újat felrakjuk rá, 18-as, 19-es, akkor már nem igazán éri el azt a teljesítményt, amit mi szeretnénk. Ugye, mert kicsi dolgok vannak benne. Nem az igazi ez a rész. Jó, hát vannak játékok, amik szebben, vannak játékok, amik kevésbé szépen mennek. Például nincs rajta a Quake 3, meg még egy pár dolog nincs, de mindegy. Majd, ha akarják, majd felrakják ők. De az egésznek az a lényege, hogy tök jól működik. Tehát nagyon jó. Most le is állítom a fenébe. Hogy? Na, ebben van egy AMD Sempron 2800, mit tudom én, akármi, most mondjuk már leállhatná. Na végre. Mindegy. Na, úgyhogy van egy régi AMD, van egy Gigabyte alaplap, ami 8-os AGP-t tud elvileg 400-as DDR-re. Van hozzá gyors Intel-es procim, de az AMD, úgyhogy ennél gyorsabb procim nincsen. Ez 754-es egyébként, itt alul látjátok, hogy 754-es, jó? Abban meg ez a legjobb procim, ami létezik. Van benne egy AGP, tudja a SATA portot. Hol tudná a SATA portot? AGP mellett, nem? Tiszta, logikus. Ennek ellenére idés vinyóval van bekötve, relatív szépen. Aztán akkor ez is mehet a helyére, a többihez. Szépen ki is kötöm. Jó, hogy ez nem egy szép kikötés, de most mindegy. Egy kézzel az egész más itt szerelgetni. Na, a helyzet jelentés, amit az előbb mondani akartam, az... Hát az ez. Jó, tehát van 4 komputer, ez az 5. Van 1, 2, 3, 4, 5 monitor is van, billentyű, egér, van minden. De család nincsen, ahol ezt le lehetne adni. És bizony, itt van egy csúnyáskodó alaplapunk, ami kérdőjelet kapott, és ennek bizony megvan az oka. Ő marhára nem akar elindulni, és nem tudjuk, hogy miért, mert egész eddig ment, és most már nem megy. Tehát mindegy, hogy mit teszek bele, ez nem akar elindulni. Szóval itt ezt még át kell vizsgálni. Van wifi antennák, marjon, van egy wifi-s, már valami régi lassú, 300-as, azt hiszem, wifi kártya, és van hozzá egy hosszú antenna, tök jó, ne? Ja, és nem csak, hogy van hosszú antenna, hanem antenna hosszabbító antenna is van. Ez egy marha nagy antenna hosszabbító, ez most nem tudom mennyire sikerül mindjárt megoldanom, egy kézzel az elég gáz. Ez egy antenna hosszabbító, jó? És ezt bedugod, és marha messzire ki lehet dugni például azt a pici antennát. És akkor elér elvileg az ég. Na, úgyhogy videókártyából, mert most bontottam egy csomó olyan gépet, ami nem volt megfelelő teljesítményű, és úgy raktam össze, hogy megfelelő legyen. Így most van egy csomó videókártyám, ami tök jó, csak nem vagyok vele előrébb, mert nem viszi el senki. Ezeket szépen így összepakolom. Szépen, hogy ez túlzás volt. Nem, mi összepakoljuk.
Ezt is ide rakjuk. Ezt is. Ja, kaptam egy spinnert. Na, szóval ez a helyzet. Van hálózati kártyából annyi, hogy Dunát lehetően rekeszteni, meg van egy kártya, ez is ide való. Van egy csomó csavarom, tápom, van DVD-olvasóm, még satás is van. Itt van egy Plextor, itt egy Pioneer, itt egy Sony, itt egy ez, az, amaz. Van vinyó egyik, másik csak tesztelésre való. 40 giga, hát azzal nem szaladunk túlzottan messze. Érdekes, mert sata. Satából 40 gigást azért itt kell látni. Aztán van annyi hűtőm, hogy aztán rengeteg. Még a nagy ezüst rózsa is itt van. Ez nem biztos, hogy ismeritek, ez egy nagyon híres hűtő. A Zalmannak az egyik erő ezüst rózsája. Ez egy olyan 15-20 ezer forint egyébként, egy ilyen. És nagyon nagy teljesítmény, olyan 3-2-3-4-es intelekre szokták rárakni, hogy ez valamit hűtsön. Itt egy főkapcsolótábla. Itt egy idétlen jegestea. Hát ezt szoktam iszogatni. Na szóval az az egészben a lényeg, hogy ez most, amit láttok, ez most így ide lakom. Kicsit elfáradtam. Szóval az a helyzet, hogy ez a 72. műhely, és a 72. műhely arról kéne szóljon, hogy valaki jött, üzent, és ő szeretné elvinni az ingyenes számítógépet a családjának. És nem igazán erről szól a videó, hanem csak egy sima helyzetjelentés, hogy megint kész van még egy gép, és a teljesítményteszten is egész tűrhetően szerepelt. És nem jön senki. Érdekes, mi? Nem jön senki. Most egy hétköznap van, egyébként egy olyan helyen dolgozom most, ahol most kész voltunk az előző munkával, és az új munka még nem indult el, úgyhogy nem így egy nagyon hosszú munkáról beszélünk. Úgyhogy most a főnök hajtatja a munkát, és ez így nem jó, mert hétköznap ugye dolgoznom kéne, hétvégén meg tudnék gépet osztani, de most ez nem így van. Most éppen az van, hogy itt vagyok hétköznap, ez egy szerdai, talán csütörtöki nap, és lejöttem a műhelybe megcsinálni itt dolgokat, meg összeegeszteni azt a komputert, ami meglepő módon egyszerűen csak működik. A másik gép, ami meg össze volt rakva, az még nem működik, szóval a teljesítményt tesznek, illetve a kitartóságnak, a megbízhatóságnak nagyon jó tesztje volt ez a mai. Ott tartunk megint. Nincs család. Nincs. Jött egy olyan, képzeljétek el, nem, ez egy kicsit furcsa, de jött egy olyan, ez most ilyen liftes. Jött egy olyan üzenet, már nem is tudom melyik öregasszonytól, egyiktől, nem tudom már nevét se. Facebookon üzent, hogy miért nem hiszem be az általános iskolában, ami itt van. Az ő osztályának, mert ott híresen nagyon-nagyon rossz az informatika oktatás, akkor bevinnék egy számítógépet, és azon valahogy tanulnának a gyerekek. És akkor elgondolkoztam azon, hogy van 30 gyerek, mondjuk körülbelül, plusz-minusz valamennyi, nem tudom hány gyerek van egy osztályban, körülbelül 30 valahogy, és akkor arra vigyek egy gépet. A másik meg az, hogy egy ilyen profitorientált intézmény, mint egy iskola, annak van informatika felelőse, van informatika terme, ahol van egy jó pár komputer, amit szakemberek tartanak karban, tehát elvileg az egy tök jól működő olyan készülék, amivel lehet tanulni a múltat, igen. Szóval nem én vagyok az a személy, aki ennek az általános iskolának az informatika termét föl kéne újítsa, mert a kapitalizmus eléggé nagy bajban lenne tőle, és ez így nem kivitelezhető út. Tehát szó szerint a levelet, amit nekem írnom kéne, nekem persze, amit nekem írnom kéne az iskolának, hogy tisztelt iskola, hadd újítsam fel ingyen a teljes számítógép parkot, ők erről azt mondanák, hogy azt tud hozni számlát. Tehát mindenbe a profitot, a pénzt látják, és nem azt, hogy a tanulók a jövőt tanulják, vagy a múltat se, és a szakszerű oktatásról itt most ne is essen szó. A többi tantárgyban természetesen nem szenved semmiféle hibát az iskola, de ez az egy irány, ez annyira kiszúrja a szülők szemét,
Talán még a tantestületben is van egy pár, talán így mondhatnám, karakánabb személy, aki próbálja mégiscsak a szakmához közeli valódi oktatást foganatosítani a gyerekeken, és valamikor az iskola intézménye ezt nem hagyja, szóval ez egy elég gáz, hogy a történelem helyett, a valódi történelem helyett mindenféle kamukat, meg hazugságokat tanulnak. Az úgynevezett reál tantárgyak, például a matek, a kémia, a fizika, meg ezek valamivel jobban állnak, a magyar nyelv, meg irodalom, jaj, hát ezek gyönyörű dolgok, de van egy csomó olyan tantárgy, ami egyrészt nem a valóságot tanítja, másrészt ha tanítja is, akkor se nyerő. Szóval ebben a helyzetben nem hiszem, hogy én nekem kéne lépni. Nem hiszem, hogy én nekem kéne beszabadulni egy olyan terembe, mondjuk tegyük föl, van, most csak a hasamra ütök, mondjuk 20 darab teljesen elavult számítógép, ami teljesen egyforma, mert valami bontóból, vagy valami akármilyen intézményből kerítették, szerezték, és akkor azok ott mind egyszerre működnek, és nem én lennék az ideális személy arra, hogy mindegyiket felülvizsgáljam, teljesítményorientáltá tegyem, oktatásra lehetővé tegyem, és egy csomó olyan dolgot tegyek a számítógépekkel, amire az iskola se, és a tanulók se vannak felkészülve. Szóval nem én vagyok erre az ideális személy. De én arra gondoltam, hogy ezek a számítógépek, amiket most éppen nem viszel senki, inkább ilyen családoknál lenne rászoruló, családoknál lenne a helye inkább az iskolába. Csak akkor teszem be a lábam, hogyha maga az iskola kéri, hogy a külsős informatika felelős, mondjuk így, mert nem felelős, mert ki van fizetve KP-re, tehát nem felel semmiért. Ugye értjük az összefüggést. Tehát az iskolának az informatikusa, akár külsős, akár ideiglenesen megrendelt, őnek az a dolga, hogy ő ezt szabályozza, hogy milyen rendszer van rajta, milyen minőségű oktatást lehet rajta csinálni, és ez egy teljesen másik, külön álló dolog, tehát ezeket választjuk el, hogy az, aki ezeket karbantartja, mocskos pénzeket keres érte, tehát kap érte, vagy a főnöke, ebben nem menjünk bele, a másik személy, aki meg magát az oktatást csinálja, ennyi pénzért, ennyi dolgot érintek ebbe. Szóval az a másik személy, aki meg magát az oktatást csinálja, az meg egy tanár. Tehát a tanárnak az lenne a dolga, hogy a jövőre készítse fel a gyerekeket, és itt szúrta ki a tantestületből is egy pár szemét, meg a szülői közösségből is egy pár embernek a szemét az, hogy micsoda minőségtelen oktatás folyik. Közben itt egy vendégem. Jó napot! Hello! Éppen megy egy videózás. Igen? Tessék köszönni. Köszönöm. Jó napot kívánok. Szóval... Ez dohos szag. Eléggé dohos szag volt, ezért bekapcsoltuk a ventilátort. Hogy van? Az nem volt meggyőző. Közepesen. Hát itt láttam a kiírást. Igen. Látja azt a rengeteg változást, amit itt okozott a kiírás, hogy ingyen számítógép osztás van, hát azt ugyanúgy semmit nem vittek el. Egy darab család nem jelentkezett, tudja? Hát de ma került föl. Tegnap is volt föl egy teljesen másik csoportban, de mai a dátum. Ja. Csak a dátum mai. Én csak ma futottam vele össze. Jaj, az nem baj. Hát de baj. Azért, mert egy csomó oldalon meg tudtuk volna osztani. Hétvégén ugyanúgy megyünk tovább. Tehát nem csak ma van. Ma azért van, mert ma kaptam egy hirtelen szabadságot, amit hát mondjuk így osztottam be, de szombaton ugyanúgy visszatérünk rá. Jó. Csak azért írtam, hogy ma, hogy holnap, meg holnap után ne nagyon rohanjanak le az ember. Aha. De hétvégén ugyanúgy visszatérünk rá. Ja, jó van akkor, mert én megosztottam, de így akkor tudom, hogy jöhet meg hétvégén is. Na megyek, igen. Azért csak igen. Beírtam, mert láttam, hogy itt van az ajtó, de bennem kell én valami villanyszerelő. Villanyszerelő? Mi a baj? Neki mentem. De akkor... Minek van ott? Hát kirakta oda! Akkor is. Jó, hogy akkor is. Jó. Itt is nyitva van az ablak, hogy szellőzőn egy kicsit a helység. Itt kiraktam egy tesztelő WC papírt. A tesztelő WC papír csinálja azt, hogy ha nagyon vizes, akkor azt cserélni kell, tehát a levegőt cserélni kell, mert vizes. És vizes? Hát... Jó.
Szó, azért van itt, nézzük meg. Ez ilyen, próbál, ez most új, az előzőt hidottam, ez még száraz. Jó? Aha, de ez most tette ki. Ezt most raktam ki, az előző az, jelezte, hogy itt már vizeság. Aha. Úgyhogy megnyitottam a szervezést, és igen, mert senki, mert nem nagyon mászkált ide senki sem. Két hónap, egy hónapja nem voltam itt. Na hát ez az. Hát az. Jó, oké. Oké, viszlát. Szóval ott tartottunk az előbb, hogy... ezt kicsit kirakom. Bocsánat, hogy belenyúltam kijelzőbe. Szóval az szellőzés van, igen, éppen megy a szellőzés gőzerővel. Na szóval, mindjárt elpakolom ezt a komputert, csak befejezem azt a mondatot, amit az előbb elkezdtem. Mindjárt. Csak visszaraklak ide titeket ugyanoda, ahol az előbb voltunk. Szóval ott tartottam, hogy az informatika tanár és az, aki az informatikai karbantartást végzi, illetve felújítást végzi, mindent idézőjelben, mert természetesen nem folyik tényleges munka. Ez külön személy, jó? Tehát mondom még egyszer, hogy én nem az a személy vagyok, akinek írnia kéne az iskolának, hogy halló, itt vagyok, fel vagyok készülve alkatrésszel, rengeteg programmal, amelyiknek mindegyike ingyenes, és még tanítani is tudnám a gyerekeket, de ennyi pénzért biztos nem menni kell. Ja, nincs is hozzá papírom. Mert az iskolának az az érdeke, hogy én szeptembertől ugye a tanév végéig, én ott minden reggel megjelenjek, minden órát végig tanítsak, első osztályostól a nyolcadikig, és arról van egy papírom, és azt így tudom lobogtatni, nekem van papírom. Most akinek papírja van informatika oktatásból, hát nem fog bemenni az iskolába. És nagyon-nagyon kevés az, aki informatika oktatást szakszerűen és hitelt érdemlően le tud vezetni. Pláne nem abban az iskolában, ahol a hölgy mondta, úgyhogy először is, ha az iskola megkérne engem, hogy én ugyan szaladjak már át, és nézzem meg a lehetőségeket, üljünk már le, beszéljük már meg, hogy mégis hogy lehetne, mint lehetne, a legtöbb, amit én tenni tudnék, nem tudnék bemenni tanítani. Tehát ez egy fontos dolog. Én nem is érzem magam tanárnak. Amit én meg tudnék tenni, az az, hogy az összes számítógépet, ami ott van, alkalmassá teszem arra, hogy a gyerekek tudják rajta tanulni a jövőt, és nem csak a múltat. Ugyanúgy van rajta irodai program, ugyanúgy van rajta táblázatkezelő, ugyanúgy van rajta tenger idétlenség, amire elvileg, ha normális életcélt választ a gyerek, ugye ez teljesen kizárható, akkor nem lesz rá szüksége. Ha aberrált irányt akar választani, ilyen sötét, lovaknál szokott lenni ilyen szemellenző. Tehát ilyen szemellenzős, ilyen csőlátású jövőképe van a kisrácnak, illetve a kiscsajnak, hogy a jövőben ő A, B vagy C akar lenni, akkor az irodai program csomag az, igen, az fog kelleni az ő jövőjében, tehát tanítható, oké. Okay. De ezen kívül 100 meg 100 dolog van, amit az informatika órán a tanárnak még az első, másod, harmad, negyed, ötödosztályos vagy 6-7-8, ne is beszéljünk, tehát ott kicsit komolyabban, mélyebbre lehetne menni. És nem arról van szó, hogy 8 bit egy byte, meg hogy... Jaj, nem is akarok most erről beszélni. Tehát most eszembe jutott egy csomó olyan dolog, amit meg üzentek nekem, hogy miféle oktatás folyik, szakgimnáziumokban, meg egyetemekben, meg ilyen helyeken, olyan szintű, hát hogy a felébe tudnám mondani, nem tudom szebben mondani, hazugság folyik az iskolában, hogy a szakmai énem próbálta rázni a csengőt. Ilyen nincsen, egy tanár nem hazudhat ekkorát a gyerekeknek, akik szó szerint az igazságra vágynak, hogy azt befogadják, megtanulják, és de jó, én már tudom, hogy mi a valóság. Tehát nem hazudhat ekkorát egy tanár. Olyan borzasztó dolgok vannak az oktatásban, hogy el sem tudom mondani, nem megyek ki más szakmákba, csak az informatika résznél maradva, mutassak egy másik példát, tessék, hát kicsit furcsa példa lesz, itt van az A panel, és itt a B panel, nem? Teljesen egyforma, nem? Hát mind a kettő zöld, mind a kettőnek van ilyen részszínű vacak az alján,
mind a kettőt be lehet dugni, azt van benne ilyen dugó, és odaállna a tanár és azt mondaná, hogy az egész világon csak ez a kétféle panel létezik. És a gyerekek írják be a füzetbe, és másnap ebből fognak felelni. Az A panelből és a B panelből. Tehát olyan szörnyű hazugságok folynak, hogy szörnyű. Azért extra jó példa ez, mert így sem látok különbséget rajta, mert teljesen biztos vagyok. Az egyik egy ilyen panel, a másik egy olyan panel. Nem is biztos, hogy titeket érdekel. Annyit menjünk bele, hogy aki nem ért hozzá, nem tudja melyik panel micsoda, akkor is tudja, hogy ez a sín, ez van az én számítógépemben? Igen, nem. Be tudom tenni? Igen, nem. A sínt elvileg föl kéne ismerni, tehát ezt oktatni kéne. Kicsit közelebb jövök, mert most részlet dolgok jönnek. A másik dolog pedig a konnektor, a dugó az elején, hogy ez mi a fene? Na jó, akkor ide teszem elé a másikat, jó? Egymás mellett van a kettő. Ebben miért van kettő és miért kicsi? Ebben miért van egy és miért nagy? Meg mi a fene ez a dugó itt benne egyáltalán? Na, ezért kamu az egész, mert ez teljesen más, mint ez. Ez úgy hívják, hogy hálózati kártya. Ide a személyi számítógépeket összekötő helyi hálózatkábele megy. Nem a 220 volt, nem. Ethernetnek mondják, kapnak, FTP, UTP, mindenféle neve van. 100 meg 100 néven elnevezik. Na, itt van mögöttem. Most itt eszembe. Itt a kábel. Tehát, ezt a kábelt ide bedugom, ez egy RJ45-ös típusú kábel. Jó? Rocketjet, Railjet, mit tudom én, tehát RJ45. Ezt bedugom, tök jó be van dugva, másik végét pedig a routerbe, vagy nagyon-nagyon extra esetben egy másik számítógépbe bele lehet dugni, és egyből a két számítógép látja egymást, tehát hálózatban vannak. Eddig megvan? Hú, király. Na, ez a másik, ugyanannál a példánál maradva, kettő dugó van benne, ezt nem lehet bedugni, ebbe telefonvonalat kell dugni. Na, az a helyzet, hogy ez olyan régi ez a panel, amikor még nem voltak modemek, nem voltak routerek, nem volt ez, nem volt az. Az ember fel akart menni a hálózatra, tehát az internetre, akkor kihúzta anyukájának a telefonját a falból, és ide bedugott egy telefonkábel, bedugta a falba, és itt van rajta egy hangszóró, ami ilyen hangot adott, hogy és másfél perc, mondjuk kettő perc volt az az idő, ami alatt egy ilyen fölcsatlakozott a netre, és addig ment a csatlakozási folyamat. Jó? Ezt úgy hívják, hogy modem. A modem meg egy szókép, modellátor, demodulátor, így egybe ezért hívják modem. Meg érdemes utána nézni a régebbi retros cuccok kedvelőinek. Szóval ilyeneket ma már mondjuk így nem kényelmes használni, mert több hátránya van, mint előnye. Jó? De működik a mai napig, csak kényelmetlen. Jó? Ha betesszük a számítógépet, természetesen egyből észlelő, hogy ha hát van egy modem, akkor hát telefonáljunk, ez az is! Már küldi a faxot, mit tudom én. Igen, mert telefonvonalon faxot lehet küldeni a modemmel, mert a fax az egy apróság, az simán belefér. Na, tehát ilyen oktatás nincs az iskolában. Jó? Mert... nem tudom, hogy a fenéből magyarázza meg, de nincs. Szóval itt fölül van egy csomó olyan dolog, ami más gépekből kiesett. Itt van például egy kábeles doboz. Kábeles doboz. A tele van dolgokkal, hogy hát ebben vagy abban nincs ez vagy az, és akkor beleteni. Tessék itt egy másik példa. Nem értünk hozzá. Itt egy panel. Még ez nem zöld, ez szürke. Meg még poros is. De le se tudom róla fújni. Mindegy, szóval mit látunk? Sín. Ugyanaz, mint az előző. Az én számítógépen ma van-e ilyen, vagy nincs? Ezt tudni kéne, ugye? És az elején a konnektorok. Hú, micsoda konnektorok. 1, 2, 3, 4, 5 színű konnektor, meg van az a sárga, hosszú. Ide biztos, hogy nyomtatót kell dugni, nem? Nem. Természetesen megfordítjuk, a szakértők egyből látják.
Ez egy úgynevezett hangvezérlő panel. Eléggé híres a gyártója, úgy hívják, hogy a Sound Blaster, ami a hanggyártó panelek, hát mondjuk így alfája meg omegája, mit tudom, hogy milyen szavakat lehet még mondani. Szóval egy olyan panelt fogok itt a kezembe, ami azért felel, hogy a számítógépből kívül hang ne csak egy hang legyen, hanem jó minőségű, élvezetes hang legyen. Tehát ne csak egy sima püty, hanem például, amikor lövöldözős játékot játszunk, becsukom a szemem, akkor is pontosan hallom, majd, hogy nem fokra pontosan, hogy hol futkározik az ellenfél, és akkor merre kell lőnöm. Nem beszélve arról, hogy a falakról visszatükröződő hang, mint a valóságban, játszik ezeknél a kártyáknál, tehát nagyon érdemes ilyen paneleket beszerezni. Más se oktatják az iskolában. Ja, a másik, amire ki akartam térni, ja, ez az egyik. Ez a kicsi, ez a nagy. Ez még ilyen hülye lógó kábel is van, ami ugyanazt tudja, ugyanazt a sárgát, mint amit bele van integrálva, ugye látjuk. Csak ezen már annyi dugó van, az elején nem fér el, úgyhogy oldalt kihozták. Ennek ellenére az a másik kártya sokkal többet, még sokkal többet tud, mint ez az egy panel. Na szóval az oktatásról visszatérve, az oktatásról akartam még mondani pár szót, úgyhogy erre visszatérve, azért nincs releváns oktatás az iskolában, például nincsen technikaóra, nincsen háztartástan, mert a kapitalizmusnak nem éri meg, hogy olyan embereket neveljen ki az iskola, akik önellátóak. Elromlik a számítógép, meg tudom csinálni, hát tanultam iskolában. Elromlik a konnektor, nincs benne áram. Hát tanultam az iskolában, meg tudom javítani a konnektort. Akár feszültség alatt. Nem kell leoltanom a kis megszakítót, még a nevét is tudom. Nem kell leoltanom, mert akkor az asszony nem tud sütni, főzni a konyhába. Úgyhogy megcsinálom. Nem leszek életveszélyben, nem lesz baj semmiből. Szakszerűen meg tudok csinálni egy konnektort. Föl tudok fúrni egy karnist. De ez a kapitalizmus halála. Hogyha van egy személy, egy család, aki teljesen önellátó, és nem szorul pénz kifizetésre minden egyes művelet. Ugye világos? Na, szóval az a helyzet, hogy visszatérve erre, most már az oktatás legyen a legfontosabb ügyünk. Visszatérve erre, na, azt hiszem ide teleportálom azt a felső gépet, és akkor megyünk tovább. Na, hát ez hamar ide is teleportálódott. Na, szóval van 5 gép, és van 4 monitorunk, persze az a műhely monitor, tehát 1, 2, 3, 4, 5, mit tudom én, majd a monitorokat külön tesztelem, van mindegyikhez külön billentyű, külön egér, jaj, még ezt nem is mutattam, mert lehet, hogy mutattam, Microsoftos egér, golyós, a csatlakozója a hagyományos kommunikációs port, tök jó. Na, még ilyen irányító gamepadunk is van, ezt a gamepad azt azért ilyen gamepadnak meg játszani lehet. Van rajta egy csomó gomb, és hova csatlakozik? El sem fogjátok hinni. Bizony, az előbb említett eszközbe, a hangkártyába, ide. Ezt úgy hívják, hogy gameport, ezt úgy hívják, hogy gamepad, ami ide becsatlakozik, tehát nem egy nagy varázslat. Na, úgyhogy ennyi, jó? Köszönöm szépen, hogy megnéztétek frissen ventillált adásunkat, üdvözölt titeket a műhely, köszönjük a rengeteg támogatást, ami a hardvereket illeti, de a családi dolgoknak, illetve a családoknak jobban örülnénk, hogyha azok kapnák meg ezt a rengeteg idétlenséget.